Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Közel 2 évtizede már annak, hogy Angliából indult egy olyan kezdeményezés, hogy Valentin nap, tehát február 14-e környékén szenteljünk egy hetet, irányítsuk a figyelmünket a házasságra és annak fontosságára. Ez az alkalom lett a házasság hete, amelyet mára már 4 kontinens 21 országában ünnepelhetünk. Magyarország 2008-ban csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez először. A legkisebb településektől a nagyobb városokon át egészen a fővárosig számos színes programhoz csatlakozhatunk, programba kapcsolódhatunk be minden évben. A keresztény egyházak és a civil szervezetek széleskörű összefogásával valósulnak meg ezek a programok, és minden évben ennek a rendezvénysorozatnak a fővédnöke a köztársasági elnök Ádár János felesége, Herceg Anita. Mi, a Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ dolgozói is minden évben már egy ideje törekszünk arra, hogy valami módon bekapcsolódjunk ebbe a rendezvénysorozatba. Volt, hogy kávéházi estet szerveztünk, színházi estet szerveztünk, meghívtunk lelkész vagy pszichológus előadót, de olyan is volt már, hogy ennek a témának a jegyében nyílt kiállításunk a házasság hetén. A koronavírus világjárvány miatt sajnos az előző évben és idén is nagyon sok rendezvényünk elmarad. Így gondoltunk idén mi is arra, hogy a városi televízió, a Namény televízión keresztül és az interneten keresztül próbáljuk meg elérni a hallgatóságot. A mai beszélgetésünk témája tehát a házasság, beszélgető partnerem pedig Kósáné Csala Anita, akit azt gondolom, hogy itt Vásárosnaményben sokaknak nem kell bemutatnunk, hiszen itt született, itt él közöttünk, ismerhetjük őt úgy, mint pedagógus, úgy, mint a Megoldásház korábbi dolgozója, úgy, mint rendezvényszervező, mint a szívemhez oly közel álló fogyatékossággal élők fesztiváljának a megálmodója, de ismerhetjük őt a színpadról is, úgy, mint a Liszt Ferenc vegyes kar énekese, de színdarabokból is ismerhetjük őt, és versszínházi rendezéséről is. De azt gondolom, hogy egyre többen ismerjük őt úgy is, mint mentálhigiénés szakember, és mint life coach. Idegenül hangzanak nekünk ezek a szavak, úgyhogy ez lenne hozzád az első kérdésem, Anita, és egyben szeretettel köszöntelek, hogy mit csinál egy mentálhigiénés szakember, és mivel foglalkozik egy life coach? Köszönöm szépen a bemutatást, én is köszöntelek, Andi, és szeretettel köszöntöm a nézőket is. Hát a mentálhigiéné az a lelki egészséget jelenti, tehát a mentálhigiénés szakember célja a lelki egészség megőrzése. Tehát ez egy egészen átfogó terület, és ebben nagyon sok minden belefér. Belefér az, hogy egyéni beszélgetéseket folytatok én kisgyerekekkel, középiskolásokkal, felnőttekkel, foglalkozásokat tartok, de ami közös ebben, hogy a foglalkozásoknak a célja az mindig a lelki egészségnek a megőrzése. Tehát ilyen célokat szoktunk megfogalmazni, hogy empátiás készségfejlesztés, önismeretfejlesztés, önbizalomnövelés, konfliktuskezelés. A life coach az pedig egy teljesen más szakma, ezt a képzettségemet később szereztem. A life coach azt úgy kell elképzelni, mint egy edző, a coach az azt is jelenti, hogy edző. Amerikából hoztuk át ezt a kifejezést is. De az edzőségnek nem azt az oldalát kell most gondolni, aki megmondja, hogy most 200 métert fussál ennyi idő alatt, hanem azt, aki ehhez motiválja az embereket. Tehát én, amikor life coachként dolgozom, és egyéni segítő beszélgetéseket, illetve coaching üléseket folytatok emberekkel, akkor azt keressük meg, azokat a lehetőségeket, hogy hogyan tudom én őket segíteni abban, hogy a céljukat elérjék. Tehát így a coachingnak a célja, hogyha így egy kicsit erről beszélhetek. Lehet olyan, hogy párkapcsolatoknak, ugye, hogy most a témánál maradjunk, a párkapcsolatoknak a megerősítése, a célkitűzés. Van, aki úgy fordul hozzám, hogy
igazából csak azt érzi, hogy valami nincs rendben az életében, és nem is látja a céljait, akkor segítek meghatározni. Ehhez nagyszerű technikák, nagyon jó kis feladatok, nagyon jó kérdések vannak. Tehát a célok meghatározása, ha van valamilyen, tehát itt a céloknál nem csak ilyen szakmai célokra gondolunk, hanem akár az egészségfejlesztés, akár konfliktuskezelés, akár állásváltoztatás, tehát nagyon sok minden beletartozik. Tehát tulajdonképpen ez abban különbözik a pszichológiától, hogy az adott helyzetből segítek egy célt elérni. Míg a pszichológus, és hogyha megengeded, akkor ezt azért mondom el csak, mert ugye ezzel szokták keverni az emberek, a pszichológus pedig egy már kialakult problémát próbál kezelni, tehát ugye teljesen más a két szakterület. A mai témánk ugye a házasság és a párkapcsolatok, és korábbi beszélgetésünk során elhangzott már ez, hogy ez a szívedhez egy közel álló téma, és igen, nagyon fontosnak tartod. Beszélnél nekünk erről, hogy hogy kerültél közel ehhez a témához, és miért tartod ezt fontosnak? Igen, ez nagyon régen kezdődött, mert a Naményi kollégiumban dolgozom mentálhigiénész szakemberként már évek óta, és ott kerültem azzal a helyzettel szembe, hogy a gyerekek úgy kérezkedtek be a foglalkozásaimra, ami mondjuk egyéni foglalkozás lett volna, hogy párosával, hogy hadd hozzák a barátjukat. Tehát ugye szerelmes párok, hogy így mondjam, hogy szerelmes párok érkeztek a foglalkozásra, és akkor ugye rájöttem, hogy ehhez egy teljesen más hozzáállás kell ahhoz, hogy mondjuk ezekkel a gyerekekkel tudjak foglalkozni, át kell gondolni, hogy mit tudok nekik segíteni, a párkapcsolatukat, hogyan tudom ezeknek a tinédzsereknek is segíteni, vagy az, hogy az értékeket hogy kell megvizsgálni, hogy milyen közös értékeink vannak. Tehát itt kezdődött, hogy egy kicsit ebbe az irányba el kellett mennem. A másik az, szintén mentálhigiénésként dolgoztam ugye már emberekkel, ez azért már több mint 10 éve vagyok így mentálhigiénés segítő, és ott is sokszor derült az ki, hogyha valakinek lelki problémája van, és meg az én nekem az alaptémám mentálhigiénésként a stresszkezelés, tehát amiben tényleg mélyen beleástam magam, és amikor stresszkezeléssel foglalkoztunk, akkor kiderült, hogy azért a stressz oka sokszor a párkapcsolatban keresendő. És ugye ez nagyon szomorú, mert azért azt tanuljuk, hogy a stressznek az egyik feloldása... Éppen aki a támaszunk kellene, hogy legyen, igen, ugye? Igen, igen. Tehát, hogy pont, hogy a feloldása kellene, hogy megölel a párom, meghallgat a párom, tudok vele beszélgetni, és hát azért sokszor nem így működik, hanem stressz forrás a házasság. Tehát ez volt a második, de a végső lökést az adta, hogy ebbe az irányba azért tényleg elmenjek, és minél több szakirodalmat olvassak és kutakodjak, hogy ugye mondtam, hogy a stresszel foglalkoztam, és hoztak hozzám stresszes gyerekeket. És ahogy a gyerekekkel foglalkoztam, azért többször rájöttem arra, hogy igaz, hogy a gyerekkel probléma van, és nagyon erős tüneteket mutat, de hát azért nem ő azok, hanem a szülők. És volt, amikor olyan, hát azt mondtam, hogy annyira pozitív hozzáállású szülőkkel találkoztam, hogy mondtam nekik, hogy hordhatják hozzám a gyereket, de sokkal nagyobb eredményt érnénk el, hogyha hagynánk a gyereket, és inkább ők maguk jönnének el. És hát azért ilyen, ugye a sikerek hozták meg, hogy még inkább érdekelt a téma, tehát, hogy ne a gyerekek szorongásával, vagy... Igen, mert a kiinduló pont itt is a család és a házasság. Igen, igen, igen. Tehát, hogy tulajdonképpen a gyerekek miatt kezdtem ezzel foglalkozni mélyebben. Azt gondolom, hogy ha férjhez megyünk, vagy férfiak esetében megnősülünk, akkor mindenki úgy áll ehhez, hogy holtomiglan, holtodiglan, és azt gondolja, hogy ez örökké fog tartani, vagy legalábbis mindenképpen így a helyes, hogyha így gondolkodik, hogy ez örökké fog tartani, de sajnos a tapasztalat nem ezt mutatja, mert hazánkban is egyre több házasság megy tönkre. Beszélnél nekünk egy kicsit ennek az okairól, hogy mik azok az okok, amik döntően a válásokhoz, vagy ha nem is házasságról beszélünk, a párkapcsolatoknak a megromlásához vezetnek. Olyan jó, hogy így tetted fel a kérdést, mert akkor rögtön ugye tudok hozzá kapcsolódni, hogy itt rögtön az első ok az, hogy azt gondoljuk, hogy ez így jól van, hogy összeházasodunk, és holtodiglan ez már így marad, és ez ugye magába foglalja azt, hogy nem kell érte tenni semmit. Tehát tulajdonképpen ez már az első okot meg is mutatja nekünk, hogy nem vállalunk igazán felelősséget ez ugye a házasságunkért. Tehát, hogy értsd, hogy mire gondolok, hogy
veszünk egy autót, akkor megtanuljuk, hogy hogy kell vezetni, hogy kell szervizelni. A férfiak azok már szerelni is tudják, hát én nem, de a férfiak azok igen. Vagy hogyha lakást építünk, akkor ugye nem én tervezem meg, hanem szakemberre bízzuk a lakásépítést. És ez meg egy olyan dolog a házasság, hogy mindenki azt gondolja, hogy ehhez legtöbben értek. Nem is csináltuk még előtte. Igen, de hogy valakivel mindig azt gondoljuk, hogy ehhez úgy automatikusan értünk, és erre nem kell felkészülni. De hogy kérdezted az okokat, ugye ez egy óriási téma, tehát hogyha most ebben nagyon belemélyülnénk, akkor itt éjfélig itt ülhetnénk. Azt gondolom, hogy először szedjük össze úgy, nagyjából csak szaladjunk végig, hogy milyen okai vannak egy házasság felbomlásának, és utána pedig egy-kettőről esetleg, amivel én találkoztam, vagy gyakrabban találkozom, azt részletezhetjük. Tehát a leggyakoribb ok, és ez felmérések is bizonyítják, több ilyen felmérést összehasonlítottam, a kommunikáció. A kommunikációnak a hiánya, a rossz kommunikáció. De ide tartozik az, hogy nem egy forma értékkel érkeznek a házasságba az emberek. Ide tartozik az is, hogy egymás igényeit nem ismerjük, ami szintén a kommunikációhoz köthető. Nagyon elő van a listán a hűtlenség, aztán a féltékenység, a szexuális problémák is az okok közé sorolhatóak, de a stressz, a munka, és akkor a különböző konfliktusok, és ezt akár úgy is vizsgálhatjuk, hogy konfliktusok a gyereknevelés miatt, az anyagiak beosztása miatt, a szülőkkel való kapcsolattartás, tehát ugye a házaspárnak a szüleivel való kapcsolattartás miatt, tehát hogy nagyon-nagyon szerteágazó ez a dolog, ami mondjuk oka lehet egy házasság felbomlásának. És azt gondolom, hogy amiről talán érdemes beszélgetnünk, az az, hogy hol csúszik el a kommunikáció. Tehát mivel ugye mondtam, hogy több kutatás is ez bizonyítja, hogy a kommunikációs hiányosság a legelső az okok közül, ami a házasság felbomlásához vezet. És ehhez van egy nagyon kedves történetem, hogyha megengeded, akkor elmesélem, hogy egy számomra nagyon kedves fiatalember fölhívott egyszer, hogy bajban van, és segítsek neki. És akkor hát kérdeztem, hogy mi a probléma, és elmesélte, hogy az egyik lánnyal alakuló félben van egy kapcsolata, és hát ugye SMS-váltások, üzenetváltások, tehát itt tartott még a kapcsolat, és hát kapott egy üzenetet, amit úgy is lehetett érteni, hogy igen, a lány az örül, hát pont egy ilyen közös programot szerveztek, és hogy örül a programnak, és hogy boldogan elmegy ezzel a fiatalemberrel, vagy pedig úgy is lehetett érteni, hogy ez egy burkolt, udvarias kibúvás a program alól. Tehát nem volt egyértelmű az SMS. És akkor erre a fiatalember... A kérdés az volt, hogy segíts értelmezni ezt? Igen, hogy segítsek, de ugye először még az történt, hogy felhívta a barátját, hogy szerinte mit jelent az SMS. Nem tudta a barátja, akkor ugye okosabb volt, mert azt mondja, hogy akkor kérdezzünk meg lányokat, felhívott fiatal lányokat, hogy szerintük mit jelent, ugye barátokat, mit jelent az SMS, majd megkérdezte a szüleitől, és mivel senki nem tudta a választ, így eljött hozzám. És akkor én kérdeztem, hogy kérdezted a lányt? Hát kérdezd meg, hogy ő ezt hogy gondolja, mert ez tényleg kétértelmű ez az SMS, hát kérdezd meg. És akkor így nézett rám, emlékszem rá, hogy így hosszú másodpercekig, és utána... Hát tényleg. igen, és akkor ez volt, hogy ez ilyen egyszerű, tehát hogy eljön egy coachhoz, és a coach meg azt mondja neki, hogy menjen és kérdezze meg a lányt. Tehát valahogy itt csúszunk el, hogy nem kérdezzük meg, azt hisszük, hogy majd mi kitaláljuk a másik gondolatát. És hogyha nem tudom, emlékszel, Andika, az előadás tartalmára biztosan, mert ugye ti hívtatok meg tavaly, amikor részleteztem, hogy nagyon nagy hiba az, hogy azt hisszük a másikról, hogy tudjuk, hogy mit gondol. Nyelv, ugye? Igen. Hogy más a szeretetnyelvünk. Hogy más a szeretetnyelvünk, és ezt nem kérdezzük meg, ezt csak feltételezzük a másikról, hogy aminek én örülök, annak ő is örül. És hogy annyira másként gondolkodnak a férfiak és a nők, hogy nem szabad azt gondolni, hogy kitalálhatjuk a másiknak a gondolatát, és már itt elcsúszik. És inkább a másik probléma az, hogy meg sem fogalmazzuk. Tehát képzeljünk el egy ilyen helyzetet, hogy a feleség várja haza a férjét vacsorára, 5 órára, és a férj pedig késik, és 7 órára érkezik haza, és a vacsora teljesen kihűl. És akkor mit él át az asszony közben, és hazajön a férj, eszik 2 falatot, majd elmegy dolgozni. És akkor mi történik, hogy
Ugye beszéltünk erről, hogy lehet, hogy ilyen hisztériás rohamot kap. Tehát a hiszti az ugye túlzott reakció egy adott helyzetre. Mert hogy ez azért nem egy ilyen tragikus helyzet, mással is előfordul, hogy késve ér a munkából, és nem éhes, vagy nem annyira éhes, vagy annyira fáradt, hogy inkább mondjuk beülne a szobájába egy kicsit a számítógépén dolgozni, vagy olvasgatni. De ehelyett... Jaj, nem, semmi ez... dobozában, erre is emlékszem. igen. A férfiak ugye vágynak erre, hogy a kommunikációban mennyi különbség van. És akkor ehelyett mondjuk a hölgy nem azt mondja, hogy üljünk le, és elmondom neked az igényeimet, hanem mondjuk tényleg erős hisztériás választ ad, hogy sír, vagy akár oda csapja a tányért, hogy nem vagyok számodra fontos, és igazából ez a sírás ez nem a miatt van, hogy késett a vacsoráról 2 órát a férfi, hanem van egy belső igényem, hogy szeressenek, figyeljenek rám. És hogyha mondjuk ez leülnek csöndben, és megbeszélik, hogy figyelj, nekem az lenne a fontos, nekem ez fontos lenne, hogyha én azt mondom, hogy 5 körül vacsorázunk, vagy megbeszéljük, nem az, hogy én azt mondom, hanem hogyha 5 körül vacsorázunk, megbeszéljük, akkor gyere haza 5-re. És ez nekem fontos, mert ez nekem egy igényem. És ehelyett megsértődünk. Sokszor nem is szólunk egymáshoz, mert hogy azt gondoljuk, hogy nem vesz bennünket a másik komolyan. Tehát ez is egy nagyon fontos kommunikáció. De amire te is utaltál, ez is egy kommunikációs elcsúszást eredményezhet, hogy a férfiak ugye másként lazítanak, más a kommunikációs igényük. A férfiak nem szeretnek annyira beszélni, a nők szeretnek beszélni. És a másik dolog, hogyha el is jut egy pár odáig, hogy igen, beszélgetnünk kell sokat, és sokan nem tudják, hogy de hogyan, meg hogy miről beszélgessenek. Mert az, hogy ki hozza haza a gyereket az óvodából, vettél-e kenyeret, ugye ez rendben van, megvan, de ez csak a felszín. De hogy a mélyebb dolgokról is kell, az, hogy milyen igényem van egy párkapcsolatban, mitől lennék boldog egy párkapcsolatban. Ugye ilyen kérdéseket adtam is oda nektek az előadás végén, és hát nagy örömöm, mert volt olyan házaspár, aki mondta, hogy megcsinálták, és többször is megcsinálták, mert hogy jónak tartották. Tehát, hogy azokat az igényeket is fogalmazzák meg. Ezt akár elő is vehetnénk, és akkor föltehetjük valami nyilvános helyre, Facebook oldalunkra például, és akkor ott megnézhetik, vagy újra játszhatják, újra kérdezhetik egymástól a tavalyi előadásodban. Igen, ezt nem mondtuk el. Tehát, hogy a tavalyi előadásod végén osztogattál egy ilyen kis receptet a pároknak, amiben kérdések voltak, hogy ezeket a kérdéseket tegyük fel egymásnak, és hogy ezzel erősíthetjük a kapcsolatunkat. Igen. És az előbb, amit mondtál, a szeretetnyelvet, az is egy, az pedig ugye azt jelenti, hogy mindenkinek más az, amiből érzi, hogy szeretik. Ez ugye attól függ, hogy milyen családban nőttünk föl. Tehát, hogyha az én anyukám ölelgetős, akkor én abból érzem, hogy szeretnek, hogyha ölelgetnek. Hogyha a családban az volt a divat, úgymond, hogy ajándékot vettünk annak, akit szeretünk, akkor annak az fontos. Ugye ezek a szeretetnyelvek, az időmet adom neki, ajándékot, az érintés, szavakkal kimondom. Csak itt mondom a férfiaknak, akik hallgatják, hogy nagyon fontos az nőknek, hogy mondják ki szavakkal, hogy igen, szeretlek, ezt mi sosem fogjuk megunni. Tehát szavakkal is kimondjuk, hogy szeretjük a másikat. De hogy tudni kell, hogy mi a szeretet nyelve a páromnak. Hát ehhez ugye persze magamnak is, meg a páromnak is, hogy ezek közül számára mi a legfontosabb. Úgyhogy ezt a sztorit, ezt ugye sokan ismerik, hogy azért mi is elcsúsztunk annak idején, mert én annyira szerettem volna, hogyha kapok rózsát ugye a házasságom elején, és mindig vártam, hogy majd a férjem majd rózsával fog hazajönni, és egyszer számon kértem, hogy hát mert fiatal házasok vagyunk, sosincs rózsa, és akkor mondja, hogy nem elég, hogy álmosogatok. És akkor ugye rájöttem, hogy de elég, tehát az ő szeretet nyelve az, de hogy ezt is meg kell beszélnünk, hogy te miből érzed, hogy szeretlek. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, hogy tegyük föl a másiknak, hogy miből érzed azt, hogy szeretlek. Tehát és még mindig, ugye elkezdtük részletezni az okokat, és még mindig csak az első oknál, a kommunikációnál tartunk, és nem tudom, vagy a másik nagyon fontos dolog, ami szintén oka, a szexualitás, tehát amivel találkozom, hogy
ez sokan a szőnyeg alá söprik. Ugye én hangsúlyoztam tavaly is, hogy ennek elsőbsége kell, hogy legyen az életünkben. Tehát nem szabad azt mondani, hogy először majd kitakarítok és kikeményítem a terítőket, és rendben lesz a kert, a ház, az udvar, elrendezzük a gyerekeket, és már mindent megcsináltuk, és akkor, ha még marad egy kis energiánk, akkor hozzábújunk a férjünkhöz. Tehát ez nagyon nagy hiba, vagy hát ugye mondhatnám a férfiak nevében is, hogy ők is ugye mindent elrendezek, és ha még marad energiájuk. Tehát ezt másként kell megszervezni. Ezt szervezni is kell, hogy ennek is legyen elsőbsége is. Sajnos olyannal is találkozom, amit mondtam neked, hogy nem veszik ezt komolyan az emberek. Tehát volt olyan ügyfelem, hogy így körbejártuk a témát, hogy mi lehet a probléma a házasságukban, és nem tudom, harmadik vagy negyedik alkalommal bukott ki, hogy tulajdonképpen a szexualitás már és akkor legyintenek, hogy azt hagyjuk. Hát nem szabad hagyni. Tehát azért... ez lehet a kiinduló oka egy másik oknak is, amit mondtál például a hűtlenségnek, jól gondolom? Így van. Hát ez egyrészt ok is, meg lehet következmény is. Tehát nem lehet úgy ennyire leegyszerűsíteni, mert ugye a szexualitáshoz azért kell egy erős érzelmi kapocs, viszont azt is, hogy közben oxitocin termelődik, endorfin, ami azért meg is teremtheti ezt az érzelmi kapcsolódást. Tehát ez egyrészt ok is, meg következmény. Viszont érdekes a hűtlenségnek az oka, hogy tényleg az él a köztudatban, hogy a hűtlenség oka az, hogy szexuális kalandokra vágynak az emberek, de most már egyre több szakirodalom azt szögezi le, hogy itt inkább mély lelki okok vannak, tehát itt az önbecsülés hiánya, amikor nem kapja meg a házasságban azt a megerősítést az ember, hogy igen, jó nő vagy, helyes férfi vagy, férfias férfi vagy, erős vagy, érdekes vagy, izgalmas vagy, felnézek rád, és ez a lényeg, hogy felnézek rád. Ugye ezt is hangsúlyoztam, hogy ha a férjem az én királyom, és én az ő királynője vagyok, akkor ez a lelkiség engem ugye stabillá tesz. És hogyha ezt nem kapja meg egy házasságban valaki, hogy nem nézzünk fel a másikra, akkor van az, hogy keres akkor olyat, aki viszont felnéz rá. Tehát ezt most csak arra mondom neked, Andika, hogy említetted, hogy a szexualitás is lehet az ok, de igazából azt mondják most már, hogy nem feltétlen ez az első hajtóerő, hanem az, hogy elismerjék. Nagyon sokan ismerik ezt a Maslow-piramist, biztos tudod, hogy mi motivál bennünket egyes cselekedetekre, és a Maslow-piramis az úgy épül föl, hogy az alapszükségletek, amik motiválnak bennünket, a biológiai, a biztonság, a szeretet szükséglet után, ott van a negyedik, tehát rögtön a negyedik helyen van az, hogy elismerés szükséglete, tehát hogy megerősítsenek abban, hogy milyen vagyok, hogy értékes vagyok, hogy jó vagyok. Mindenki jó ember akar lenni, mindenki arra vágyik, hogy elismerjék. És akkor itt most, hogy ilyen praktikus dolgokat is mondjunk, az egyik kedvenc párkapcsolati kócs, akit követek a Facebookon, és ezt ajánlom a nézőknek is, Mészáros Ádám, ő mondja, azt, hogy volt egy királynő, aki mindig kilovagolt a férje elé, mikor az hazaért, hogy az ilyen nagyon egyszerű dolgokban csapódik le. Tehát, hogyha én hallom, hogy záródik a kocsi ajtó, hogy a férjem megérkezett, akkor elé megyek, és megölelem, és a szememből azt látja, hogy igen, örülök, hogy hazajött. Tehát mekkora különbség egy olyan házasságban élni, ahol azt érzem, hogy örül nekem a másik, mint hogy egy olyan házasságban élni, ahol csak így, ó, hazajöttél, oda se nézek, csak a gyerekekkel vagyok elfoglalva. Tehát, és ez csak ugye egy példa. Ez csak egy példa erre. Sok oka van annak, ugye, hogy megromolhat egy házasság, de mi van, ha már megromlott? Mit tanácsolnál, vagy milyen tanácsokat adnál, vagy esetleg jól bevethető praktikákat arra, hogy helyrehozzuk azt, ami már elromlott? Ugye itt is azt kell megnézni, hogy milyen terület az, ami sérült a házasságban. Tehát ugye most beszéltünk arról, hogy kommunikáció. Tehát amit az előbb említettem, hogy ezt meg kell tanulni. Van olyan, aki annyira szerencsés, hogy
hogy csak úgy tud kommunikálni, ugye ezt úgy hívjuk, hogy asszertív kommunikáció, hogy úgy fejezem ki az igényeimet, hogy a másikat nem nyomom el. És volt olyan, tartottam egy foglalkozást, és nem tudta a fiú nem asszertívan mondani, mert ő csak azt az egyfajtát ismeri, tehát olyan szerencsés volt, hogy a családjuk tényleg nagyon kedvesen, figyelmesen beszéltek egymással. De hogy azért nem ez a, sajnos nem ez az általános, és tudunk mindannyian nem asszertívak lenni, ilyen elnyomó kommunikációban, agresszív kommunikációban beszélni, hogy ez az egyik dolog, hogyha a kommunikáció sérül, akkor meg kell tanulni. Meg kell tanulni, és itt kiemelném azt, hogy ehhez tudatosság kell, hogy mindig figyeljek a másik igényeire. Tehát amit mondtunk, hogy ki kell fejezni a másik, tehát az igényeinket, hogy mire van igényem egy házasságban, és hogy ez mindig figyeljek rá, hogy mit szeretne a másik, és nagyon sok tanácsot kaphatunk párkapcsolati coachoktól, akiket lehet követni Facebookon, tehát tényleg szívesen ajánlok is néhányat, és ugye tőle kaptuk ezt a, vagy tőle vettük ezt az ötletet, hogy minden nap meg kell kérdezni, hogy mivel szerezhetek a másiknak örömet, és hogyha ezt bevallom, hogy mi is játsszuk egy jó ideje a párommal, hogy reggelente kitaláljuk, hogy ma mi lesz az a közös tevékenység, amivel tényleg örömet tudunk egymásnak szerezni, vagy egymás társaságában. És nem kell nagy dolgokra gondolni, tehát van, amikor ez csak egy 5 perc, vagy egy séta, vagy egy kicsit társasozunk, vagy egy jó beszélgetés, vagy a kedvenc filmünket megnézzük, de nem kell feltétlenül, ez ugye nagyon jó, hogy akkor a szabadidőt is értelmesen töltjük el, de nem csak ezekre lehet gondolni, mert lehet az is, hogy mondjuk ma azzal szerzel nekem örömet, hogyha hagysz meccset nézni, tehát hogy nem feltétlenül kell azért így ezt ilyen véresen komolyan venni. De ezek is, tehát nagyon sok ilyen praktika van, és tényleg azért mondtam, hogy ki is próbáltunk jó néhányat, és ezek tényleg jók. Ez tényleg nagyon szép és jó, de én, mint kisgyerekes anyuka mondom azt, hogy hiába tervezem én azt el reggel, hogy mivel, tehát hogy hiába beszélünk mi sok mindent, az élet nagyon sok, tehát minden életszakaszban felülírja azt, amit mi eltervezünk, és nyilván hiába szeretnék én adott esetben nagyobb figyelmet fordítani a páromra, ha a gyerekeim nyilván mellettünk vannak, és ők vonják el a figyelmet, az energiát. Mit tanácsolsz? Hány évesek az ikrek? 8 évesek. 8 évesek. Hát akkor még azt tanácsolom, hogy éljétek túl ezt a korszakot, mert akkor még tényleg annyira kevés az az idő, ami felszabadultan marad a szülőknek, de itt is nagyon fontos, hogy egyrészt azért legyen idő. Tehát valahogy meg kell szervezni, hogy kivesztek egy fél nap szabadságot, és együtt vagytok, vagy ugye itt még a csak ketten programokat nem nagyon lehet a párunkkal. Azért később törekszünk erre. Törekszünk. Csak ketten programokra, de pont az a lényeg, hogy amiket mondok, sok olyan dolog van, amihez csak 5 perc kell. Tehát ezekben a párkapcsolati tanácsokban, amit ugye itt ajánlgatok, hogy a Facebookon, szakkönyvekből, szakirodalomból, pszichológiai magazinokból nagyon sokat lehet olvasni, sok olyan van, amihez tényleg csak 5 perc szükséges. Van egy csodálatos játék, ezt is elmondom, ezt nagyon szeretem. 5 perc a közelében, ez a neve. És ez tulajdonképpen csak arról szól, hogy leülök, a férjem csinál valamit, én leülök és nézem. És megpróbálom megkeresni azokat a dolgokat, hogy mi az, ami nekem tetszett benne. Tehát úgy belegyönyörködöm. Egy picit, ez már ugye a mindfulness, az élet élvezetéhez tartozik, ami a stresszkezelésnek egy nagyon erős lehetősége egyébként is. Tehát az, hogy csak úgy nézzem, hogy mit szerettem benne. Vagy az, hogy nem kell ahhoz se sok idő, hogy leüljetek, és egy kicsit felelevenítsétek azt, hogy milyen szép régi pillanataitok voltak. Ezek is nagyon erősítik a párkapcsolatot. Vagy nagyon egyszerű játék, amit felszoktam adni, hogyha párok érkeznek hozzám, hogy írják le, hogy mit szeretnek a másikban. És ebben pont az az érdekes, hogy azt gondoljuk, hogy ugyan már annyira ismerjük egymást, hogy mi már aztán tudjuk, de nem. Tehát tényleg meglepő válaszok születnek, ami aztán utána hetekre, hónapokra muníciót ad az embernek ahhoz, hogy tudjon motivált lenni a párkapcsolatában. Tehát, hogy nem kell nagyon nagy dolgokra gondolni. Beszéltél te is arról, hogy párkapcsolatban élsz, és emiatt bátorkodom azt megkérdezni, hogy mit jelent ez a munkádban, hogy te párkapcsolatban élsz, de mit jelent a párkapcsolatodban az, hogy neked ez a munkád?
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert a munkámban, hogyha egy párral dolgozunk, akkor nem szabad, hogy az befolyásoljon, hogy mondjuk az én kapcsolatomban mik történnek, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem. Tehát az egy nagy szakmai hiba lenne, hogyha azt mondanám valakinek, hogy figyelj, ez nálunk működik, ez biztos, hogy nálatok is működni fog. Tehát ötleteket persze lehet adni, de mindig abból kell kiindulni, hogy annak az adott párnak mik az erősségei. Tehát nagyon, nagyon el kell határolódni. Egyébként ez tényleg a coachingban, ez nem csak párkapcsolatban fontos, hanem az egyéni coachingnak bármilyen életterületről van szó, hogy nem szabad, hogy az én megoldásomat mondjam el a másik embernek, hogy ez lesz neked a jó megoldás. Tehát egyrészt azt mondom, hogy szerintem nagyon jó párkapcsolati coach lehet, akár egy egyedülálló ember is, tehát szakmailag. Másrészt viszont ugye említettem, hogy a férjemmel azért kipróbálunk ilyen gyakorlatokat. Nagyon sokat jelent, hogy ő egy nagyon békés és türelmes ember, és nem haragszik azért, hogy mindig így kipróbálom azokat, amiket aztán javaslok. Tehát nagyon sok coaching játékot kipróbálunk együtt, és hát ez jó, mert hogy ez ugye nekünk is jót tesz a mi kapcsolatunknak, és mert mondtam, hogy nekünk is azt a reflektort meg kell fogni néha, és akkor visszairányítani. És most, hogyha még ennyit, nem akarok reklámot egyetlen társasjátéknak sem, de vannak olyan társasjátékok, az egyiket mi is nagyon szeretjük, amit egy pszichológus állított össze, és kártyákon kérdéseket húzunk, válaszolni kell rá, egy nagyon érdekes, izgalmas beszélgetésre adhatok. De sok ilyen van, tehát azért mondom, hogy tényleg ezt sem akarom, nagyon, nagyon sok ilyen társasjáték van, és tehát, hogy keressék ilyen pszichológiai társasjátékok, akit érdekel, beírja a keresőbe, sokat feldob a kereső, és hogy ez is olyan érdekes, hogy én nagyon szeretem ezeket a játékokat, már 30 éve ismerem a páromat, és mindig mond újat. Tehát, hogy még mindig van olyan válasza egy-egy kérdésre, amin úgy meglepődöm, hogy tényleg, hát ezt tényleg így gondolod. Tehát, hogy nem jönnek föl olyan érdekes, izgalmas kérdések ezek, amik nem jönnek föl egy hétköznapi kivásárol ma be társalgás során. Tehát ez is, úgyhogy ilyen szempontból pedig nagyon jó, hogy párkapcsolatban élek, mert kipróbálunk sok-sok ilyen párkapcsolat erősítő játékot, technikát. Visszakanyarodva kicsit a munkádhoz, vagy ahhoz, hogy miért fordulnak hozzád az emberek, nem is jól kérdezem, mert nem erre lennék kíváncsi, hogy miért fordulnak hozzád az emberek, hanem inkább arra, hogy mikor, hogy érezzük ezt, hogy a házasságunkban gond van, vagy megvárjuk már azt az utolsó pillanatot, amikor már nagy a baj, és akkor ha valaki segítsen, és akkor kopogtatnak be hozzád, hogy itt vagyunk, és szeretnénk megmenteni a házasságunkat. Hát sajnos most ebben az évben több ilyen is volt, hogy ez azért, mert ez tényleg fájdalmas, ez nekem is fájdalmas, amikor jött, hogy segítsek, mert baj van, és azon a héten, amikor ő nálam jelentkezett, a párja beadta a vállókeresetet. Tehát ez már ugye késő, úgyhogy olyan jó, hogy ezt így kérdezted, mert így felhívhatjuk a figyelmét az embereknek, hogy amikor repedezik a ház, és még nem omlik, akkor de bevalljuk ezt akkor magunknak, amikor repedezik a ház? Mert lehet, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy elhitetjük a saját magunkkal, hogy minden jó, és itt még nincs szükségünk arra, hogy lépjünk. Uh-huh. Ez attól függ, hogy milyen területen repedezik. Tehát, hogyha az ember úgy látja, hogy van valami probléma, és azt ő képes megoldani, akkor bevallja magának. Hogyha meglátja, hogy itt nagy probléma van, és az alapok remegnek, akkor sokkal inkább hajlamos a fejét a homokba dugni. Tehát ez is a területtől függ, hogy hol repedezik. De egyébként tényleg a kérdésedre visszatérve, az lenne jó, hogyha tényleg időben jönnének az emberek, sőt, hát akkor is jó lenne egy-egy ilyen kis tréningre, vagy oktatásra, vagy előadásra elmenni, amikor még tényleg semmi baj nincs. És hogy ez egyfajta tudatosság, hogy legyen az a célom,
hogy a házasságomat minél magasabb szinten működtessem. Most volt egy ilyen célkitűzős kurzusom délutánom, ahol azt határoztuk meg, hogy ugye különböző életterületek vannak, és a különböző életterületeinken legyen célunk. És azért érdekes, mert hogyha azt mondom, hogy tűzzünk ki célokat az életünkben, akkor mindenki arra gondol, hogy szakma, karrier, pénzügyek, és hogy lehet nekem az is célom, hogy működjön a házasságom minél magasabb szinten. És akkor nem, tehát nem baj az, hogy még a 10 pontból még csak 8 pontig süllyedtünk le, de akkor rakjuk vissza azt a 2 pontot. Érted, mire gondolok, ugye? Tehát, hogy egyrészt, hogy a célkitűzésnél is azért lehet ez a célom, hogy jó, hát akkor jól működtessem a házasságomat minél magasabb szinten, hogy ne kezdjen el repedezni. Ha csak egy dolog lenne, nem várjuk el azért, hogy annyira megmond nekünk a tutit, de hogyha csak egy dolog lenne, amit kiemelhetnél, hogy mitől lesz jó egy házasság, akkor mi lenne az? Ez olyan, hogy nem mondom meg a tutit, azt ígérem, hogy nem mondom, mert ahány házasság az annyi féle, de szerintem az az egy, ami két dolog, ami összefügg, a felelősségvállalás és a tudatosság. Tehát az a tapasztalatom, hogy az emberek nem mindig vállalnak felelőt. A kommunikációra tippeltem volna. Hogy a kommunikáció? Hogy de ez ugye, tehát ez összefügg, ez mindre. Hogy kimondjuk-e, hogy merjük-e a felelősséget vállalni? Igen. És kimondom-e azt, hogy nekem is van hozzájárulásom ahhoz, hogyha valami baj van a házasságommal. Ez egy nagyon fontos dolog, és általában ez élesen el tudok különíteni két csoportot. Tehát, hogy vagy azt mondják nekem, hogy baj van, és akkor a férfiak azt mondják, a feleségem a hibás, ő nem figyelt rám, ő foglalkozik csak a gyerekkel, stb. Tehát vagy a feleségek meg fordítva a férjükre kenik. Tehát van ez a csoport, meg van az, aki úgy jön, hogy nagy baj van, én csináltam. És ugye egyik sem jó, mert azt kell megtanulni, hogy mind a kettőnknek van hozzájárulása. Sőt, ugye azt mondja a szakma is, hogy nem hibásak vagyunk, hanem hozzájárulásunk van egy adott helyzethez. És ha felismerem azt, hogy lehet, hogy a férjem egy kicsit morcosabban szólt hozzám, de lehet, hogy reggel meg én voltam morcosabb. Vagy, tehát, hogy most ez csak az, hogy minden mindennel összefügg, és ez a felelősséget vállalok azért, hogy nekem is kell tennem azért, hogy jó legyen a házasságom. És a másik a tudatosság, az pedig az, hogy nem azt mondom, hogy én mindent tudok a házasságról, én pontosan tudom, hogy kell működtetni egy házasságot, hanem elkezdem még keresni, hogy mivel tudom jobbá tenni. Tehát akár az, hogy a céljaim között az egyik célként megfogalmazom, hogy az a célom, hogy a házasságom jól működjön, vagy hogy minél magasabb szinten működjön. Tehát ez a két szó a válaszom az egy kérdésre, hogy a felelősségvállalás és tudatosság. Amikor ezt a beszélgetést mi elterveztük, akkor egy dolgot szögeztünk le mind a ketten szerintem, hogy mi az, amire törekszünk, az, hogy ne általános alapvetéseket mondjunk a házasságról, hanem igyekezzünk gyakorlati tapasztalatokkal szolgálni azoknak, akik a házasságot tervezik, vagy akár házasságban élnek. Én azt gondolom, hogy ezt nagyjából sikerült, ezt a célkitűzésünket teljesíteni. Bár annyira széles ez a téma, vagy annyira sokrétű, hogy szerintem tudnánk mi még erről bőven beszélgetni. Talán lesz is még majd rá alkalmunk, hogy ezt megtegyük. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, de még mielőtt elengednénk, annyit tegyél meg, hogy a jövőbeli szakmai céljaidról egy pár mondatban mesélj nekünk. Hát köszönöm a kérdést. Egyrészt az életem most ugye megváltozott nekem is a vírushelyzet miatt, de most már egyre jönnek vissza a feladatok, újra foglalkozom kisgyerekekkel, középiskolásokkal. Most felnőtt csoportjaim lesznek a Berekben tavasszal, tavasz elején, de vannak olyan álmaim, amit elkezdtem tavaly, hogy olyan embereknek szervezek ilyen egésznapos kurzusokat, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, tréningszerű előadásjáték, tehát ilyen komplex napokat, akik azért nem tartoznak egyik csoportba se, ahová engem meghívnak, tehát hogy egyénileg lehessen jelentkezni erre. Csináltam, vagy szerveztem már ilyet stresszkezelés témakörben, önbizalom témakörben, most nemrég a célkitűzéses délutánunkat valósítottuk meg. Házaspároknak is készülsz valamivel esetleg? Igen, és az az anyag is készült.
kész van. Tehát amikor újra lezárták az országunkat, akkor éppen ezt akartam már meghirdetni, hogy akkor most már ennek az időpontját ki fogom jelölni. Nagyon szép helyszínt találtam, ugye nem akarom reklámozni, de tényleg a Gergely Ganyán egy nagyon kedves kis vendégházban tartjuk ezeket a kis tréningeket, és tényleg most olyat tervezek, hogy 3-4 házaspárral egész napos program, amikor a házaspárokkal beszélgetünk, egy kis előadás, feladatozás, külön munka, tehát amikor így tudom, hogy azok a feladatok garantáltan közelebb hozzák egymáshoz az embereket, és itt hangsúlyozom, hogy nem olyan párokat várok, akiknél már az alap is összeomlott. Tehát, hogy akik azt mondják, hogy igényesek vagyunk annyira önmagunkra, hogy tegyünk a házasságunkért, hogy ez sokáig stabil maradjon. Sőt, ennek lesz egy olyan változata, és ezt a hölgyek kérésére raktam össze ezt az anyagot, ami pedig csak hölgyeknek lesz. Tehát így beszélünk a férfiakról, a házasságról. Ezt megint bogozhatnánk, hogy miért hogy pont miért? A hölgyeknek. Igen, de a férfiak azok eljönnek egyébként egyéni tanácsadásra, de ők azt mondják, hogy ők csoportban nem szeretnék. De a nők azok ugye nyitottabbak, tehát ők könnyebben is beszélnek egymás előtt, és ez tényleg egy hölgy kérésére szerveztem így, hogy csak hölgyeknek is lesz párkapcsolatról, de van még olyan álmom is, hogy én nagyon szeretem a természetet, és hogy összekötöttem ezt, hogy a természet és az önismeret, tehát aki szeret túrázni, az tudja, hogy mit jelent az, hogy mondjuk túrázunk, és akkor közben olyan kérdéseket fogunk megbeszélni, megállunk, feladatokat oldunk meg csoportban, ami egyre mélyebb önismerethez vezet, aminek az lesz a célja, hogy az ember belső erőforrásait mozgósítsuk. Tehát, hogy mondjuk testben megfáradva, de lélekben pedig megerősödve lesz vége ezeknek a túráknak, tehát ilyen álmaim vannak. Ezen kívül azért vannak női csoportjaim, ami a Covid miatt most azért, hogy az idősebbek azok nem mertek olyan bátran jönni, tehát ezeket újra szervezem, újra megerősítem, tehát van ilyen 2 hetente működő mentálhigiénés csoportom is, úgyhogy hát tele vagyok tervekkel, mint mindig. Az én érdeklődésemet minden esetre már felkeltette Anita, úgyhogy én mindenképpen keresni foglak majd. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat erre a beszélgetésre. A nézőknek pedig nagyon köszönöm a figyelmüket, és az este hátra levő részére jó pihenést kívánunk.